adventi istentisztelet, adventi gyertyagyújtás Karcagon, adventi falu Szolnokon, megújult a Szim óvoda konyhája. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 12-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomban. És fontosnak tartotta a Biblia is, hogy megjegyezze, hogy Simeon idős ember volt. Miért? Azért, kedves barátaim, és tanuljuk meg, mert mindenkinek, akár fiatal, akár idősebb, van feladata Isten családjában. Hallottuk a gyermekek például, csodálatosan zengő hangjukkal, nyíltságukkal, mosolyukkal, szemük ragyogásával tudnak időről időre szolgálni az Úrnak. Mivel tud egy idősebb ember? Azzal, amilyen van. Azzal a bölcsességgel, azzal a tapasztalással, azzal az ismerettel, ami a korából fakadóan folyamatosan gyarapszik. Ezt teszi Simeon is Máriával és Józseffel. Az ő hatalmas élettapasztalatát, a hatalmas lélektapasztalását elmondja Máriának és Józsefnek. Elmondja, amit megértett az ígéből. Elmondja, amit megértett a Messiásról. Amit Isten lelke belehelyezett, belecsepegtetett a szívébe. Azt abban a pillanatban elmondja a jeruzsálemi templomban, amikor meglátja őket. Nagyon érdekes, hogy Mária és József nem értik, mert értelmezhetetlen. Le is írja a Biblia, csodálkoznak rajta, érthetetlennek tartják, fölfoghatatlannak, de figyeljük csak majd a bibliai történeteket. Ha tovább lapozunk, akkor képzeljétek el, az történik, hogy bizonyos idő elteltével, ezt mondja a Biblia, Máriának eszébe jutnak, amiket korábban hallott. Kedves idősebb testvéreim, ne csüggedjetek! Most egy olyan világ van, egy olyan korszak, amikor úgy néz ki, hogy az idősebbeknek a tudása, az idősebbeknek az ismeretei elavultak. Nézzétek meg a képet. Ott van egy idősebb ember, és mellette egy jóval fiatalabb. Lehet látni, hogy az idősebb gramofont használ, nyilván ez túlzás. Miközben a kisfiúnak pedig ott van a fülében valamilyen kütyű, mert mind a ketten hallgatnak zenét, az egyik így, a másik úgy. Kedves idősebb testvéreim, ti sokszor úgy gondolkodtok magatokról, hogy ez már kifutó széria, úgyse hallgatnak meg,
Felesleges is bármit mondani. Felesleges, mert lehet látni, rohannak mellettünk. Valóban pusztába kiáltott szó, amit mondunk. Itt van ez a történet. Az Aksimeon odamegy, és elmondja az összefüggéseket. Elmondja, amit megértett. Igen, abban a pillanatban nem értette sem Mária, sem József. Aztán a később meg nagyon hasznos volt ez az ismeret. Ti is mondjátok el nyugodtan, helyezzétek a szívünkre azokat a megértett összefüggéseket, amik majd idővel, az adott pillanatban életet menthetnek. Nézzétek meg, 2000 éve folyamatosan elmondjuk az adventet. Újra és újra elmondjuk a karácsony csodáját. Mondhatná bárki, hogy lerágott csont. Hát ilyen sokszor ugyanazt elmondani. Van értelme? Van. Mert mindig van egy új generáció, akinek új az ismeret. Karcagon a Déri néven Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke gyújtotta meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját. A Dériné Kulturális Központban az adventi koszorú harmadik gyertyáját, a szeretetét Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke gyújtotta meg, és kívánt a szeretet ünnepéhez kapcsolódóan mindenkinek szeretetteljes, békés karácsonyt. Miről másról szólhatna egy adventi beszéd, mint magáról, az advent üzenetéről, és magáról, a harmadik vasárnap üzenetéről, a szeretetről. A szeretetről, amely nem önmagától való, hanem az ember lelkéből fakad, ami abból a töltekezésből táplálkozik, amit advent idején itt telteli szívvel, reménykedve a megváltó eljövetelében, és feltétel nélkül szeretve tudunk csak megélni. A feltétel nélküli szeretet, amiről Jézus Krisztus tanítása is szól, hogy nem feltétlenül csak akkor szeretünk, ha mindent úgy tesznek, ahogy az a mi kedvünkre való, hanem úgy is tudunk szeretni, hogyha nem feltétlenül a kedvünkre való, de szerethető. Akár ember, akár a hitünk, akár a hitből fakadó megerősödésünk. És itt a harmadik vasárnap, amikor már hitben és reményben gazdagon átlépünk advent második felébe, akkor már csak a megváltó eljövetele és a vele együtt való öröm, amire várunk. De azt is jól kell látnunk, hogy így a harmadik vasárnap előtti estén hogy haladunk magunkban, hogyan haladunk az adventben. Meg tudtuk-e tisztítani a szívünket a terhektől? Hátra tudjuk-e hagyni a nehézségeket, ami feszítik az életünket, feszítik a gondolatainkat, a párkapcsolatainkat, akár a rokoni szálakat, és le tudjuk-e tenni, mielőtt megjön a megváltó. Mielőtt megköszönhetjük, hogy nem csak mi szerethetünk, hanem bennünket is viszont szeretnek. Olyannak, amilyenek vagyunk. És nem csak azért, mert kedvére teszünk valakinek, hanem azért, mert a lényünk, a jelenlétünk és a gondolataink pótolhatatlanok. Pótolhatatlanok azoknak a számára, akikkel megosztjuk az életünket. Megosztjuk az életünket egy családban,
az utcai lakóközösségben, vagy a tömbházban. Megosztjuk az életünket egy városban, egy megyében. És nemzettestvérei vagyunk a határokon belül élő, mintegy 10 millió magyarnak, és a határainkon kívül élő, mintegy 4,5-5 millió magyarnak. Vajon tudjuk-e egymást olyannal szeretni, amilyenek vagyunk? És ha szeretjük egymást, akkor elfogadjuk-e, hogy bennünket is olyannak szeretnek, amilyenek vagyunk? És nem lépünk túl azon a határon, hogy megváltoztassunk kényünk kedvére másokat. És nem mi sem változunk csak azért, mert elvárnak, hanem adunk önzetlenül, és gazdagítjuk egymást hitben, reményben, szeretetben, és tudunk osztozni feltétel nélkül egymás örömében. És erről fog szólni a következő vasárnap, a jövő vasárnap, hogy a szeretetben gazdagon tudunk-e örülni annak, hogy ezt az évet is megéltük. És eljön a megváltónk, megvált bennünket a földi bűneink alól, és aki büntelenül éli az életét, annak pedig megadja azt a lehetőséget, hogy teljessé váljon az öröm, teljessé váljon az advent, és teljessé váljon ez az üzenet, amit már nem tudunk, meg nem történti, és nem tudunk, nem is akarunk meg nem történté tenni, hogy Jézus Krisztus megszületett, leélte az életét, azt a keveset, ami jutott neki, de boldogan áldozta az életét, mert ezzel magára vehette az emberiség bűneit. És ma itt lehetünk 2 évezred elteltével az ő lelki útmutatója alapján megélhetjük advent üzenetét, és megélhetjük a hitünket, támogathatjuk egymást egymás hitében és reménységben, szeretetben és örömükben. Én azt kívánom minden kedves karcagi polgártársamnak, hogy ahogyan azt mind a város vezetői, mind egyházaink vezetői, mind a közösségeink vezetői, vagy családjaink vezetői iránymutatása is, és példamutatása is már megerősítette bennünk, hogy ez egy erős és összetartó közösség, és ha kívánni lehet, akkor ennek a közösségnek mindenki legyen gazdagon, bőségesen és örömben megáldott tagja, és legyen a saját kis mikrokozmoszban, a saját kis életében, a megváltó eljövetelében hívő, reménykedő, szeretni tudó és örömökben élő ember. Ha ezt az üzenetet megértjük, és mi magunk is átadjuk magunkat az örömteli várakozásnak, és őszinte, tiszta gyermeki szívvel tudunk örülni a megváltó eljövetelének, ezzel megéljük az advent üzenetét, nem csak megértjük. Hagyjuk magunk mögött ennek az évnek minden nehézségét. Azt is hagyjuk magunk mögött, amiben nem tudtunk hinni. Vagy ami mérgezte a reményt, vagy aláásta a szeretetet, vagy örömtelenné tett bennünket. Ezeket hagyjuk hátul. Hagyjuk meg ennek az évnek az emlékezetében tanuljunk, és bízzunk magunkban, a közösségeinkben, bízzunk vezetőinkben, hogy jó irányba fogják vinni a dolgainkat, és hogy megélhetjük azt, hogy továbbra is szabadon, saját magunk sorsa fölött rendelkezve, erős közösségben tölthetjük hátralévő életéveinket, jó egészségben, erőben, megtartó közösségben. Köszönöm szépen polgármesterünknek, hogy a mai gondolataim
megosztására lehetősége biztosított, és mindenkinek kívánok továbbra is advent második felébe lépve hitben, reményben, szeretetben és örömben gazdag adventi várakozást, kellemes és békés, boldog karácsony, majd pedig, amikor eltelik az év, az új év, és megérkezik az új év, akkor békében és további hitben, reményben, szeretetben és örömökben gazdag 2023-as esztendőt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A gyertyagyújtáson vers és mesemondással közreműködött Kundra Hanna és Somogyi Oliver, mindketten a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda tanulói. Az adventi játszóházban a Kopogók és a Topogók néptánc csoport műsora után kicsik és nagyok süthettek mézes kalácsot, játszhattak a népi játszóházban és kézműveskedhettek is. A felnőtteket a Rumikub, a kicsiket Babakuckó várta. A napot a Csimota zenekar karácsonyi gyermekműsora zárta. A kemencés lepényért és a forralt borért is sokan álltak sorba. A szolnoki adventi faluban járt stábunk, amelynek meglátogatása szerintünk kihagyhatatlan program a karácsonyi hangulatra vágyóknak. Igazi ünnepváró hangulat fogadta mindazokat, akik kilátogattak Szolnok főterére, ahol idén is kivilágított faházikókban kínálják a karácsonyi nyalánkságokat az árusok. Próbálunk hagyományos ételekkel készülni, kemencében készült lepény, a kemencében sütjük a kolbász, a csülköt, akkor van sima olajban készült lángosunk, paellás ételek, hagymásvér, sültvelő, meg próbálunk így hétvégére minél többfajta étellel készülni, majd töltött káposzta, babos káposzta, csülkös káposzta. Nagyjából ez lesz így a választékunk. Hát az árakat tavalyhoz képest emelnünk kellett egy ilyen 25-30%-kal. Sokan már első nap felkeresték ezt a különleges helyet. Kijöttünk a fiammal egy kicsit kajálni. Ilyenkor egy forralt bor, most én vezetek egy tea, meg egy kicsit az a hangulat, ami van egy adventi vásárban. Igen, igen, én nagyon szeretem. Eljövök ide, elmegyek Pestre, megyünk most Zágrábba, úgyhogy nagyon jó kis hangulata van egy ilyennek. Sokan Karcagról is ellátogatnak a megyeszékhelyi adventi faluba. Forralt bor, forró csoki és a sülőkürtös kalács illata fogadta a Kossuth térre érkezőket. Fiatalok, családok, idősek tértek be a faluba, hogy magukba szívják az ünnep varázslatos hangulatát. Hát igazából a karácsonynak a hangulatát, mi Ászberényből jöttünk, úgyhogy szerettünk volna szétnézni itt Szolnokon. Nagyon jókat hallottuk. Igen, minden évben szoktunk jönni. A fenyő egyébként sokak tetszését elnyerte, sűrűn villantak a vakuk, családok pózoltak az ünnep fődísze előtt. Egyrészt a focit is nézzük élőbe, másrészt a társaság nagyon jó, és amiket itt lehet venni, az kuriózum, eszünk, iszunk, édességek vannak a gyerekeknek, játszanak együtt a gyerekek, mindenképpen, minden évben jövünk többször. Többen viszont már az adventi falu szélén olvasható Boldog Karácsony feliratnál szelfizni kezdtek. A kézművesek portékáiból remek karácsonyi ajándékokat lehetett találni. Mézes kalácsot, kézműves evőeszközöket, és hát alapvetően nyilván most a karácsonyi időszakban mézes kalács az, ami a fő termékünk, és főleg a figurákat szeretik gyerkőcök ajándékba, ajándék kiegészítőnek, illetve hát a névre szóló kanalak azok abszolút egyedi termékek, helyben készítjük porcelán festékkel, és ugye most a neves ajándék az azt gondolom, hogy eléggé közkedvelt termék. Kormányzati forrás segítségével került felújításra a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti szím óvodája. A részletekről Szepesi Tibor polgármestert kérdeztük. Ahogyan a polgármester elmondta, folyamatosan újítja fel az önkormányzat a kezelésében levő óvodai egységeket. Így többek között Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti szím óvodája is az elmúlt időszakban egy kormányzati forrás segítségével került korszerűsítésre. Idén egy hazai forrás igénybevételével, egy kormányzati támogatással a szím óvoda konyhája az, amely megújult, hiszen az előző pályázatokban erre nem volt lehetőségünk.
Tehát amit itt látunk, az egy 10 millió forintos beruházás, amelynek keretében korszerűsítésre került ez az épület rész. Nyilászárók kerültek elhelyezésre, korszerű lett a berendezés, lecserélésre kerültek, amelyeket itt látunk, ugye a mikrótól, a mosogatóig, a hűtőig, sok-sok minden. És hát azt gondolom, hogy most már nem csak maga az óvoda épülete, hanem az óvoda épületében lévő melegítő konyha rész is a 20. század, 21. század követelményeinek megfelelő. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyárúti Színóvodájában vagyunk, ahol az elmúlt időszakban számos fejlesztés történt. Miért fontos ez a város és a térség számára? Először is a családok és a gyermekek számára fontos egy óvoda felújítás. Akinek a családjában van kisgyermek, óvodás gyermek, az tudja azt, hogy egy szülő nagyon nehezen engedi el a kisgyermekét bárhova. Nagyon nehezen bízza bárki másra. És hogyha egy óvoda, akár egy bölcsőre vagy egy iskola jó állapotban van, akkor szívesebben viszik a szülők, szívesebben járnak a gyerekek. És hogyha azt akarjuk, hogy a jövő generációja jó körülmények között nőjön fel, akkor fordítani kell az országnak, az államnak, és természetesen a Karcagi Önkormányzatra is, hogy az óvodák, bölcsődék és iskolák jó állapotban legyenek. És hogyha jó állapotban vannak, akkor már minden megvan, hiszen az itt dolgozó óvónők, dajkák, személyzet a legkitűnőbb munkát végzik. Én azt gondolom, hogy minden összetevő megvan ahhoz, hogy a gyermekek jó körülmények között, jó helyen, jó gondoskodásban nőjenek fel. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!